Tényező szobrok. Kezdetben Hórus, a fény karvajfejű istene, és Szét, a pusztítás gonosz istene harcoltak Egyiptomért. Az istenek tanácsa döntött. Szétet száműzték, és Hórus lett Egyiptom első fáraója. 2000 éven át fáraó fáraót követett, de Szét bosszút forralt. És Ombosz baljós fekete piramisának mélyén foggyülejtette Hóruszt egy varázserejű szarkofágban. És ettől kezdve Egyiptom védőisten nélkül Szét és szolgája Aker kezébe került. Ezért az istenek Papiruszt, egy ifjú halászt választottak ki, hogy találja meg Ombosz titkos bejáratát, szabadítsa ki Hórusz istent, és állítsa helyre a békét Egyiptomban. A mai fontos nap Egyiptom életében. Hattusil, a hettiták királya követségbe küldte lányát, Anitti hercegnőt a fáraóhoz, azzal a parancsal, hogy újítsa meg a békeszerződést Egyiptom és saját népe között. Merer-ének a kettős királyság uralkodójának nevében üdvözöllek, Anitti hercegnő. Remélem, látom. Miért nem fogad személyesen a fáraó? Ennyire becsüli a hettiták királyának lányát? Teti hercegnő, az élő istennek, Merer-re fáraónak leánya érkezett üdvözlésedre. Ki vagy te, hogy így mersz beszélni velem? Nos, csak egy szerény kis halász, egy egyszerű paraszt. Papirusz a királyi kíséret tagja, hercegnő. A fáraó vár. Kérlek, kövess bennünket. Menjünk. Egy nyomorult paraszt, micsoda szégyen. A hettita birodalmat meggyöngítették a polgárháborúk. Itt az alkalom, hogy lecsapjunk. Könnyű győzelem lesz, uram, és végre Egyiptom lesz a világ ura. Hogy merészeled, amikor a hercegnő a béke követeként érkezett? Eszelős vágyad a háborúra egyre nagyobb méreteket ölt menetet. Ne hallgass erre a két gyávára, uram! Csak Egyiptom dicsőségére gondolj! Elég menetet! Békére vágyom! Eddig elnéztem túlkapásaidat, de ennek mától vége. Most menj és készülj fel Anitti hercegnő méltó fogadására. Egy nap nagyra vágyásod a vesztedet okozza menetet. Menj, Szetau! Menenetet könnyen befolyásolható áldozat! Menj! Hadd legyen háború Ombosz urának dicsőségét! Nem okozok csalódást neked, Aker. Anitti hercegnő, megtisztelsz jelenléteddel. Kérlek, add át köszönetemet édesapádnak a bőkezű ajándékokért. Kettős királyság uralkodója. Ez az ajándék többet ér, mint az összes többi együttvéve. Ez egy vaskard. Mint tudod, népünk ismeri-e fém előállításának titkát, és fegyvereket készítünk belőle. Olyan fegyvereket, melyek még a híres egyiptomi bronzkardoknál is erősebbek. Szekmete! Bizonyítsd állításodat! Menenetet! Elég! Ez neked is szól, ne simod! Védd magad, hettita! Figyelmeztettelek, menenetet! A viselkedésed méltatlan a helyhez! Távozz örökre! Parancsodra, uram! Bocsásd meg viselkedését, nemes hercegnő! Elnyertem méltó büntetését! De félek, ettől még ellenségesebb lesz. Felejtsd el ezt a kellemetlen közjátékot, hercegnő! Itt az ideje, hogy a békéről beszéljünk. Meg akarom ismerni a fém titkát! Általa meghódíthatnám a világot! Thank you.
Nos, kovács műhely ura! Menenetet! Tudtam, hogy eljössz. Eleget vártam már, ismernem kell a vaskészítés titkát. Tehát mit tudtál meg? Még nem sikerült megfejtenünk a vaskészítés titkát. Szekmetre, nem bízom az erődben. Meg kell ismernem a hettiták titkát. Hát nem érted, hogy a vasból készült fegyverekkel legyőzhetetlen lennék? Méltatlan vagy a feladatra, kovács műhely ura! Vigyázz, mit beszélsz! Sokkal ravaszabbnak hittelek! Hogy érted ezt? Nem most találkoztál valakivel, aki már régóta ismeri a titkot? Miért nem őt kérdezed? Anitti hercegnő! Miért is nem gondoltam erre? Anitti hercegnő! Ez a jó és hatalmas Ámon temploma, az óriási oszlopok 24 könyök magasak. Tudom, hogy az egyiptomiak milyen büszkék az építményeikre. De természetesen a hettita épületek sokkal lenyűgözőbbek. Teti hercegnő, ennek az úgynevezett királyi kíséretnek mindenhová velünk kell jönnie? Papirusz a barátom, és kalandjainak története téged is elkápráztatna. Köszönöm, de a halászatról szóló történetek bármilyen csodálatosak, és engem halálra untatnak. Eddig azt hittem, hogy te vagy a legelviselhetetlenebb hercegnő, de sajnos tévedtem. Az istenekre! Teti! Nem esett bajod? Nem, de hol van Anitti? Anitti hercegnő! Segítség! Horusza! Gyorsan, gyerünk! Erezd el a hercegnőt, különben Horus kardja sült le rád! Horus kardja? Hallod ezt? Istennek képzeli magát! Az istenekre nagyon erős! Vissza, leányzó! Csak annak segít, akinek a szíve tiszta. Ezek szerint a tiéd nem az. Ez gonosz varázslat. Meneküljön! Ne hagyj itt! Annyira sajnálom, Anitti hercegnő. Úgy futnak, mintha a sivatag összes démona őket üldözné. Egy darabban vagy, hercegnő? Hogy merész ez hozzám érni? Visszamegyek a palotába, elmondom apámnak, miként bánik Egyiptom a vendégeivel. Mi rosszat csináltam már megint? Nyugodj meg és gyere, Papirusz! Nem hagyhatjuk egyedül! A hála nem tartozik a hercegnők erényei közé. Elmenekültek, de ez utoljára fordult elő. Fejű vagy, Menenetet, nem hallgattál rám? Mondtam, hogy erőszakkal semmit nem érhetsz el. Ezúttal az én módszerem szerint csináljuk. Jó legyen, majd meglátjuk, hogy belebuksz-e. Belebukni? Szerencsétlen halandó. Nem ismered az igazi hatalmat. Ó, szét, nagy erők és ombosz ura! Juttas varázs erődből és hatalmadból! Igen, add nekem hatalmadat! Legyen veled szét hatalmas ereje, de ne feledd, egyszer sem hibázhatsz! De ki? Ki olyan vakmerő, hogy megkísérelje elrabolni? Menenetet, háborút akar a hettiták ellen, de hogy ellenszegüljön a fáraó akaratának? Lehet, hogy nincs egyedül. Talán egy hihetetlenül hatalmas erő támogatja. Ombosz urának erejére gondolsz? Várni fogunk az istenek jelére, de legyetek óvatosak! Ombosz ura figyelmeztetés nélkül támad, akár a krokodil. Vigyázzatok Anittira, állandóan tartsátok szemmel. Inkább vigyáznék egy skorpióra. Anitti hercegnő nem költözik olyan lakosztályba, amelynek szomszédjában egy paraszt él. De a hercegnő lakosztálya a legpompázatosabb az egész palotában. Vagy talán a bútorok nem mérték el a hercegnő tetszését? Nem a szobákkal és a bútorokkal van a baj. Ragaszkodom hozzá, hogy Papirusz költözzön el! Nos, úgy lesz, ahogy a hercegnő kívánja.
holnap reggelre. Időbe telik, ugye, amíg... Nem, most azonnal. Hallottad a hercegnő nagyvezér? Azt mondta, most azonnal. Különben diplomáciai bonyodalmak várhatók. Számíthatsz rám, hercegnő. Egyiptom összes istenére. Mit szól majd ehhez, Papirusz? A királyi kíséret tagja vagyok. És elviszik a holmimat. El sem hiszem, hogy megtették. Teti és az a királyi boszorkány most biztosan ebédelnek. De mit törődöm én a protokollal? Ezt nem hagyom annyiban. Anitti hercegnő! Olyas valakivel húztál újat, aki az istenek kiválasztottja. Na de... hol vannak az őrök? Hercegnő! Anitti! Teti! Hóruszra! Ratufernek igaza volt! Segítség! Őrség, gyorsan! Ki van ott? Szép álmokat, istenek választatja. Jaj, Papirus, félek ebben az esetben a gyógyszerem nem úgy hatott, ahogy szerettem volna. Miattam ne aggódj, Ratufer, de Tetiről és Anitti hercegnőről van valami hír. Semmi. Bár Théba kapuit és a kikötőket lezártuk, mindez idáig a keresés eredménytelen maradt. Ó, nagy fáraó, megígérem neked, hogy addig nem nyugszom, amíg meg nem találom a lányodat. És Anitti hercegnőt. Az emberrablók valahol itt rejtőznek a városban. De hol Tia? Már értem, hogy miért van szükséged a tébai tolvajok hercegnőjének segítségére. Mondd csak, hogy néz ki Anitti hercegnő? Épp olyan, mint az összes többi hercegnő. Csak rosszabb. Sajnálom, Papirusz. Az összes barátomat megkérdeztem, de semmi. Fatatra! Hallottam az emberrablásról. Álcát öltöttem és nyomoztam. Szégyellem, de nem találtam semmit. Azért köszönöm, Fatatra. Mindjárt fel kell a nap. Magányra van szükségem, hogy kitaláljak valamit. Folytatjuk a keresést, Papirusz. Ne add fel a reményt. Megtalálod a hercegnődet. Csodálatos istennő, hol keressem? Küldj jelet, kérlek! Egy temetési menet! Hóruszra! Menenetet! Igyekezzetek, nincs vesztegetni való időnk. Állítsd meg a tetem menetet, menenetet! Hogy mered utunkat állni? Megparancsoltam, hogy nyissák meg a kapukat a temetési menet előtt. Parancsba adtam. A fáraó nevében követelem, hogy láthassam a testeket. Ha-ha-ha, tegyétek csak, amit mond. Talán az istenek megbocsátják a szentségtörést, amit miattad elkövetünk. Hadd pihenjenek ezek az idős asszonyok békében. Zárjátok le a szarkofágokat! Nem, még ne! Most már megismerlek. Ott voltál a palotánál, amikor elrabolták őket. Te támadtál rám! Hóruszra, és ez a karkötő. Teti hercegnői, biztos vagyok benne. Intézzétek el! Megvagy! Innen nem menekülsz! Gondolod? Gyere és kapj el, ha van messzed! Gyorsan, menjünk! Az ifjú bajkeverő nem okoz több gondot nekünk. Mehetünk!
Tégy csodát, varázserejű víz! Lássuk varázserőt hatását! Hozza vissza ez a víz az életet és a fiatalságot! Ha csak nem akarod, hogy Teti hercegnő örökre így maradjon. Zárjátok be! Ne! Ne! Ami pedig téged illet, Anitti hercegnő, te velem jössz. Beszédünk van egymással. Amint megtudom a vasfegyverek titkát, legyőzhetetlen leszek. Elkergetem a gyáva mererét, és én leszek a kettős királyság ura, és aztán én leszek a világ ura. Még egyszer elmondom, sohasem árulom el a titkot. Egy hettita hercegnő sohasem árulja el a népét. Inkább meghalok. Majd meggondolod magad. De előbb végignézed Szekmetnek a háború hatalmas istennőjének szánt áldozat kivégzését. Érdekesnek fogod találni, kicsi hercegnő. Jelentősége úgyis beszélni fog. Az alatt pedig folytatódjék a szertartás! Ne! Teti, én vagyok az Papirus! Teti, te a halagos Szekmet lánya vagy! Mostantól engem kell szolgálnod! Várj, Menenetet! Teljesítsd az utolsó kívánságomat! Rendben. Mi lenne az? Az, hogy a saját kardom által akarok meghalni. Ne! Milyen kedves ötlet! Hozzátok ide a kardját! Különben! Soha!
Azt hiszed, biztonságban vagy? Ó, szét! Adj nekem erőt, hogy lesújthassak ellenségeimre! Szekmen haragja elpusztítja ezt a helyet örökre! Istennő elpusztította a szentségtörés helyszínét. Menenetet eljött, hogy kegyelmet kérjen. Azt állítja, hogy a gonosz szét megbabonázta. De hidd el, hercegnő, szigorúan megbüntetjük. Tökéletesen megbízom benned, ó kettős királyság ura. Benned és az egész udvarodban. Szavamat adom rá, hogy apám Hattusil megújítja a békeszerződést a két nemzet között. Igazságtalanul bántam veled. Bocsáss meg. Találkoztam már néhány hercegnővel, de örülök, hogy jobban megismerhettelek. Hiányozni fogsz. Mindkettőnknek. És ti is hiányozni fogtok nekem. Halljátok ezt? Ratofer, hallod ezt az énekszót a távolból, mint egy sirató ének? A szobrok. Mindössze ennyi maradt a templomból. Egyiptom szenvedéseiről énekelnek. És nem hallgatnak el, még le nem győzi valaki Ombosz erőit. Rohatis Andrea, Pap János, Horkai János, Zsigmond Tamara. Magyar szöveg Fekete Zoltán, hangmérnök Hidvégi Csaba, vágó Szalkai Péter, rendezőasszisztens Albecker Gabriella, gyártásvezető Szegedi Anita, szinkronrendező Gyarmati Gergely, producer Kovács Zsolt. A szinkront az MRTL megbízásából a Synchron Systems készítette.